Szentocsik, agypénzt. A hívők sokszor azt hitték, nem lesz elég az adomány a költségekre, azért buzdítja őket a Szentlélek adásra. Az igazság az, hogy a bevétel minden alkalommal sok millióval túlszárnyalta a kiadásokat. Hogy a többletből mennyit kapott Németh Sándor, nem tudtuk. A pénzügyeket Petrőcz Levente titokban intézte. Egyetlen összejövetelről hallottuk csupán, hogy akkor a vezető lelkész 2 millió forintot kapott a szolgálatáért. Az egyik presbiter látta. Rajta kívül mindenki ingyen szolgálta az urat. A többiek az utolsó este felállhattak, és a vezető lelkész megtapsoltatta őket. De ő 2 millió forintot zsebre vágott egy haknéért. A hívőknek fogalmuk sem volt arról a gazdagságról, amely a tőlük elzárt protokollban volt. Szamócáik vigyázták a folyosót, oda egyszerű gyülekezeti tag be nem léphetett. A vezető lelkész felháborodott, ha csirkemájat kapott ebédre. Fitymálta a januári dinnyét, amit állítólag Izraelből hoztak neki, de én nem voltam ott a vásárlásnál, hanem volt eléggé behűtve. Németh Sándor a presbiteri szobában földhöz vágta az almát, mert nem találta elég nagynak. Nekem ilyen almát ne hozzatok ide, ez a disznóknak való, mondta, és belerúgott. Engem falun arra tanítottak, hogy az ételt meg kell becsülni. Erre 10 ember rohant, hogy sárga dinnye nagyságú almákat szerezzen, és találtak. Ezt mindig csodáltam. Petrőcz emberei nem ismertek lehetetlent, ha Németh Sándornak kellett valami. Ilyenkor a pénz nem számított. De egy átlagos gyülekezeti tag tőlük éhen halhatott. Csak emlékeztetésül, ez a szervezet állítólag egyház. Németh Sándor úgy gondolta, a jólét, amelyben él, természetes. Isten ajándéka. Imádkozzatok, hirdette a csóró híveknek, akkor megáld benneteket is az Úr. Ám az Úr azokat tudta a legkevésbé megáldani, akik a vezető lelkésztől kapták fizetésüket. Az ő közelében megállt az áldás. Mivel Isten szolgálni, azaz Németh Sándornak dolgozni dicsőség, nem pedig pénz dolga, az alkalmazottak jelentős része a megélhetési bűnözés határáig jutott. Az imák úgy szóltak, hogy legalább a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Azon túl, hogy az alkalmazottaknak munkaszerződésük nem volt, és többségük fekete munkásként lelkészkedett, a gyülekezettől éhbért kaptak. Borvendég Norbert országos koordinátor fizetése 1991-től 1997. augusztusáig 25 000 forintról 37 000 forintra bírt emelkedni. Ebből kellett eltartani a 3 gyereket, és finanszírozni a gyülekezeti rendezvényeken való részvételét. A presbiterek mindennel foglalkoztak, hogy megéljenek. Aki tehette, szerzett magának egy vidéki gyülekezetet, ahol ugyanazt csinálhatta, amit a vezető lelkész Budapesten. Mások sefteltek, amivel tudtak. Szekeres Gyuri a Hitinfo bevételeiből fejlesztett otthon. Amikor átvették tőle az újságot, az elszámolást nem merték Németh Sándornak megmutatni, nehogy Szekerest eleve nem felfalja. Mindenki igyekezett a fizetését kiegészíteni, ahogy tudta. A vezető lelkész szociális érzékenységére jellemző Petrőcz Árpád esete. 3. fivér volt a családban. Petrőcz Árpi a legbelső szolgahadhoz tartozott. Ő takarította Németh Sándor házát, gondozta Európa legszebb kertjét, etette a galambokat, fésülte a kutyát. 40 ezer forintos fizetése évek óta nem változott. Egyik gyermeke asztmája miatt ki kellett költöznie pici belvárosi lakásukból. Kevés pénzéből az Üröm melletti hegyekben vett zárt kertet és nyaralót. Abban laktak. Az erdőfáit tüzelték, kútból húzták a vizet. Isten felkent emberének nem tűnt fel, hogy egyik legközelebbi munkatársa mekkora szükségben van. Majd megáldja az Úr. Megélhetése érdekében, miután nappal kiszolgálta a német családot, éjjel titokban takarítani járt egy világi emberhez. Ima közben legtöbbször elaludt a fáradtságtól. Felesége arcra borulva találta a kövön. Világi munkaadójának azonnal feltűnt, hogy ennek a szorgalmas fiatalembernek segítségre van szüksége. Amikor megtudta, hogyan él, 1 évre előre kifizette a munkabérét, hogy vehessen egy búvárszivattyút, ne kelljen a feleségének a 3 gyerekre kútból húzni a vizet. Egy másik alkalommal Borbé József, a gyülekezet trombitása leesett a háztetőről, mert maga igyekezett befedni a házat. A lábát súlyos műtétekkel rakták össze. A ház ott állt tető nélkül, az asszony a gyerekekkel pénz hiány, mert a démonok miatt a trombitás máshol nem zenélhetett.
valamikor a MÁV szimfonikusoknál fújta. A gyülekezet akkor adott 50 ezer forint gyors segélyt a családnak. Mikor Németh Sándor megtudta, magához rendelte az illetékeseket, és felelősségre vonta őket a pazarlásért. Kijelentette, hogy itt csak az kaphat pénzt, akinek ő engedélyezi. Miközben Németh Sándor 100 forintot is sajnált a munkatársaitól, ő maga számolatlanul szórta a milliókat. Azt sem tudta, minek mi az ára. Ha meglátott valamit, szólt Petrőc Leventének vagy Karika Gábornak, hogy ezt vegyétek meg. Amikor Rodney Howard Brown kazettáiról próbálták lelopni a nevetős Kennethet, azt mondta, holnapra vegyetek ide egy mozi nagyságú tévét. Másnap ott volt. Amikor életében először meglátott egy notebookot, azt mondta, ebből vegyetek nekem négyet. Be se tudta kapcsolni. A jeruzsálemi konferencián a szállodában kitette mind a négy hordozható számítógépet, hogy lássák, nem akárki érkezett. Nem használta őket senki. A pénzzel való bánásmód ragyogó példája a jeruzsálemi konferencia, amelyet a Híd gyülekezete 1996 elején rendezett német gyülekezetekkel közösen. Az evangéliumi keresztények között a konferencia kifejezés Isten tisztelet sorozatot jelent. A konferencia 16 ezer dolláros hiánnyal zárult. A veszteséget egy speciális költség okozta. Németh Sándor a színpad előtt fel alá sétálva prédikált. Ezt Rodney Howard Browntól tanulta. Ezért időnként gerjedtek az erősítők. A probléma olcsóbban is megoldható lett volna. Egy kicsit arrébb kellett volna állni. Annyit kellett volna tennie, hogy séta közben nem áll a hangfalak elé. De Németh Sándor nem akarta, hogy korlátozzák. Boros Szilárd technikusnak kiadta, oldják meg Jeruzsálemben, hogy a mikrofon ne sípoljon. A feladat megoldása során elhasználtak 5 izraeli technikust. Jeruzsálem területén nem volt összesen 19 kitörésgátló, ami a gerjedést akadályozza, ezért egy részüket Tel Avivból kellett hozatni. A helyiek között volt egy öreg veterán, aki végigharcolta az összes arab-izraeli háborút, és átélt már néhány helyzetet. De azt mondta, hogy ilyet még nem látott. A jeruzsálemi konferencia központban szerepelt már Bill Clinton, az Egyesült Államok elnöke. Felléptek a New Yorki filharmonikusok. Eddig mindenkinek megfelelt a helyi csúcstechnika. Ki ez az ember, aki ide jön, kérdezte. Kicsoda ez, hogy neki irányított hangfalak kellenek? A hangfalak története azzal végződött, hogy Németh Sándor végül egy percet sem beszélt a gerjedésgátlók között. Nem merte bemutatni azt a nagy Kennethet, amely valami titokzatos oknál fogva csak a saját gyülekezetében működött. Ez került 16 ezer dollárba. Nemes Pali hasonlóképpen járt a biztonságból bekészített 6 darab mikrofonnal és azok tartalékaival. A virág azonban, amelyet a vezető lelkész 2000 dollárért rendelt, felkerült a színpadra. Az izraeliek azt hitték, botanikus kertet akar berendezni. Megspórolta viszont az idegenvezetőt. Azt mondta, nincs rá szükség, mert az úgyis a Mossad ügynöke lenne. Ő ismeri Jeruzsálemet. Aztán el kellett menniük Herz Tivadar sírjához, ahol izraeli állami vezetőkkel koszorúztak volna. A kocsiban ültek a német pásztorok. Cingiszer Imre vezetett. Németh Sándor irányította. 6 kört tettek a szálloda körül, de sehogy sem találtak ki a sugárútra. A vezető lelkész ingéből csavarni lehetett a vizet, és zalai akcentussal nyugtatgatta a németeket. Excuse me, excuse me! Végül taxit hívtak, hogy ne késsenek el. Németh Sándor megtakarította a protokollszoba költségeit is, pedig figyelmeztették, hogy a vendégeket nem itathatja papírpohárból, és kávéval nem kínálhatja őket az automatából. De ő azt mondta, ne szórjátok a pénzemet. Végül a szomszédos 5 csillagos szállodából látták el a protokollt 5-szörös áron. A jeruzsálemi konferenciát Morvai Péter, Németh Sándor vezető lelkész személyi titkára szervezte. A részletekről senkinek nem mondott semmit, a vezetők nem tudtak semmiről. Ő készítette a kalkulációt, ő szedte be a részvételi díjakat. Magyarországról 2500 hívő utazott a konferenciára. Többségük nagy anyagi áldozatok árán egy évvel korábban kezdte a részvételi díj részleteit befizetni. Az összeget és kamatait Morvai Péter kezelte. A konferencia költségvetése meghaladta a 500 millió forintot.
Az angol nyelvű szerződéseket nem ismerte senki. Azokat Morvai az egyik istentisztelet végén a színpadnál állva elolvasás nélkül iratta alá Piszter Ervinnel. Azt mondta, ha Ervin most nem írja alá ezeket, akkor nincs konferencia. Utóbb kiderült, hogy Morvai Péter lealkudott fejenként 50 dollárt. A különbözetet viszont nem adta vissza a hívőknek, hanem zsebre tette. Ezen felül jelentős szervezői jutalékot számolt el magának, amelyet átutalt saját számlájára. Németh Sándor egyszer felállította Morvait az istentiszteleten, a kenet alatt, és azt mondta, hogy szervezési díjat a hívők nem fizetnek. Morvai az urat és a dolgozó népet szolgálja. A lopásra akkor derült fény, amikor kiderült, mekkora a hiány, amelyet a gerjedésgátlók okoztak. Morvai akkor felajánlotta, hogy valamennyit visszafizet a saját számlájáról. Milyen számlájáról? Milyen összeget? Néztek rá. Ha nem szól, soha nem bukott volna le. A konferencia költségvetését rajta kívül senki nem ismerte. Utólag azt mondta, a siratófalnál szólt hozzá az úr, hogy adja vissza a lopott pénzt. Az összeg nagysága megközelítette a 20 millió forintot, de a pontos számot senki nem ismerte. Annyit lehetett tudni, hogy miután Morvai Péterrel eladatták az ebből épült házát, a 18 millió forintos vételár nem fedezte a bevallott tartozást. A házat borvendég Norbert építette, hogy a jövedelmét valamivel kiegészítse. Azt mondta, azért jó Morvainak építeni, mert nem kicsinyes. A jeruzsálemi pénzt végül nem adták vissza azoknak, akiket Morvai meglopott. Az esetet titokban kellett tartani. A tartozás bekerült valamelyik széfbe. A tolvajtól visszaszerzett pénzt így a gyülekezet lopta el, miután a jogos tulajdonosok megkérdezése nélkül magánál tartotta. Morvai zsebéből még csak ki lehetett halászni a milliókat, de Németh Sándor mély zsebei már elnyelték a hívőknek visszajáró összeget. Morvai Péter továbbra is a beosztásában maradt. A vezető lelkésznek, aki lenyúlta a visszaadott pénzt, semmi erkölcsi alapja nem volt kirúgni. Németh Sándor írásos beismerő vallomást kért tőle, melyet eltett az egyik páncélszekrénybe. Jó lehet még nehezebb időkre. A hit gyülekezetében, ahol egyébként a legteljesebb pénzügyi anarchia uralkodott, mindenre volt pénz, csak az alkalmazottak fizetésére nem. A vezető lelkész milliókat költött a hóbortjaira, de munkabért fizetni nem akart. Németh Sándor teológiát gyártott a zsugoriságából. Ha a vezetők nem kapnak rendes fizetést, akkor biztosan szívből és nem haszonlesésből szolgálják az urat. Szolgák, nem béresek. Másrészt nagyobb függőségben lehetett tartani őket. Németh Sándor mindent megtett azért, hogy emberei egzisztenciális függőségben legyenek tőle. Ha megszimatolta, hogy valakinek mellékes jövedelme van, amiből ő nem részesedett, azonnal letámadta. Letiltotta az adott vezetőt az üzletről. Ezért is kellett gyakran kérdőíveket kitölteniük, honnan szerzik jövedelmüket. Ha rájött, hogy valakinek nem kontrollált bevétele van, a klubtihanyban azonnal a bibliai Géházi lett a prédikáció témája. Géházi olyan szolga volt, aki az ura karizmájából annak tudta nélkül akart haszonra szert tenni. Németh Sándor gyakorlatilag kijelölte, ki milyen területen vadászhat. A hozzá közelebb állóknak megengedte, hogy ők is megfejék a gyülekezet vállalkozóit. Némelyek egyszerűen közölték a pénzes üzletemberekkel, Isten megáldja őket, ha vetnek a szolgálatukba. Majd megegyeztek, hogy a vállalkozó anyagilag támogatja az ő szellemi ajándékukat. Esetenként milliós tételekről volt szó. Nagy Józsi például testvéri alapon 70%-os kamatra adott kölcsönt az egyik vállalkozónak, aki a nagy bevásárlóközpontokban nyomta a narancslevet. Úgy gondolta a bombajó bokszoló neki, mint Isten szolgájának, ennyi jár. Morvai szervezte a keresztény üzletemberek klubját, amely a pénzgyárak kézben tartására irányult. A módosabb megtérőket Petrőc Levente pásztorlása alá rendelték, aki valóságos pénzügyi központként funkcionált. Kölcsönt adott vagy szerzett, üzleteket közvetített, üzletfeleket hozott össze. Szabályos banki tevékenységet végzett a gyülekezeten belül. Tőkét szerzett, hiteleket intézett, befektetési tanácsokat adott. A pénzintézeti törvény ehhez bankfelügyeleti engedélyt ír elő, de Petrőc Levente pénzügyi szolgáltatása egyházi tevékenységnek minősült. A pásztorlás része volt. Aki nem fért a húsos bödönhöz, a többség,
az tengődött. Szerintem Tridentben nem átkozták meg úgy a protestánsokat, mint a szolgálók feleségei időnként a vezető lelkészt, amikor nem jutott elég pénz a gyerekeikre. De Németh Sándornak ez nem számított, mintha a szívét tépték volna ki, ha valakinek a munkájáért egy fillért kellett adnia. A vezető lelkész személyesen döntött arról, ki, mikor, mennyi pénzt kaphat. Az arca ilyenkor elváltozott, a szája remegett az idegességtől. Nála pénzéhesebb embert életemben nem láttam. Úgy adott mindent, mintha a sajátja lenne. Az is volt. Az ő értékét viszont nem lehetett pénzben kifejezni, ezért pontosan meghatározott fizetést sem kapott. Nem is kellett, hiszen minden az övé volt. Amit az úrnak adtak, azzal ő rendelkezett. Ő maga volt az úr. Hogy miért hajtott a kiéheztetett csontbrigád mégis teljes erővel? Azért, nehogy az ébredés akadálya legyen. Azért, hogyha Németh Sándor lesz szíves az evangéliumot hirdetni, megtérhessenek az emberek. Megemlékeztek arról, hogy ők is újjászülethettek. Azért pedig sokat tettek mások. Most rajtuk a sor. A legyalult, kizsákmányolt, megalázott szolgahad ekkor felkelt a padlóról. The show must go on. Az ébredés nem állhat meg. Németh Sándor pedig egyre gyorsabban verte a tamtamot. Támadó sebesség. A vezető lelkész soha nem tartotta magát eléggé gazdag embernek. Egyszer a klubtihanyban értettük meg, kihez viszonyítja magát. Este meghívott bennünket bizalmas embereit az apartmanjába. Azt kérdezte, láttuk-e a CNN felvételeit? Azokat, amelyeken Saddam Hussein palotái láthatók. A képek akkor készültek, amikor az amerikaiak vegyi fegyvereket kerestek az iraki diktátor sivatagi kastélyaiban. Németh Sándor elragadtatásra beszélt a palotákról. Áradozott micsoda épületek. Milyen lenne egy ilyen? Kérdezte sóvárogva. Azt tetszett neki legjobban, amelyik a Tigris folyóra épült. Itt kezdődik a gazdagság, mondta ábrándosan. Másnap reggel még az abszolút lojális Horváth András is nevetve jegyezte meg. Tegnap igen kívánatos gyümölcsök lettek Saddam Hussein palotái. Erre többen csodálattal kezdtek beszélni róluk. Kisebb megbotránkozást okozott, amikor lehűtöttem a kedélyeket. Néhány százezer embert megöltek, gyerekek ezrei éhen haltak azokért a palotákért. Megütköztek, amikor azt mondtam, hogy a hely, amelyben gyönyörködnek, Babilon. Az iraki diktátor palotái megihlették a pénzsóvár vezető lelkészt. Egész este a pénzről beszélt. Így jött szóba Székely Gábor, Németh Sándor állítólagos barátja, akit ő pénzügyi zseninek nevezett. Nem tudtuk, hogy a vezető lelkész milyen üzleti kapcsolatban állt Székely Gáborral, csak azt láttuk, hogy a volt budapesti alpolgármester, a Főváros Tulajdonosi Bizottságának SZDSZ-es vezetője gyakran megjelent a székházban. Németh Sándor ilyenkor mindig lázas izgalommal fogadta. A székház dolgozói maguk között arról beszéltek, hogy ezeknek a látogatásoknak csak egyetlen esetben van ésszerű magyarázata. Ha a pénzügyi zseni megérezte, hogy 10-15 millió forint havonta befolyik számla nélkül egy közgazdasági antitalentum kezébe, a felhalmozott tartalékokról nem beszélve. Azt pedig hamar észrevehette, hogy el kellene egy pénzügyi tanácsadó, hiszen Németh Sándor a tévétársaságot és a részvénytársaságot sem tudta megkülönböztetni egymástól. A helyzet hasonló volt ahhoz, mint amikor Jézust megkísértette az ördög a gazdagsággal. Isten fia azt mondta az ördögnek, távozz tőlem, sátán! Németh Sándor miután megígézte az iraki paloták és az amerikai tévéevangélisták gazdagsága, azt mondta Székelynek, ha van néhány jó ötleted, az jöhet. A vezető lelkész azzal dicsekedett, hogy a Gabinak ennyibe kerül 200 millió forintot csinálni. Csettintett hozzá az ujjával. Majd ő segít előteremteni a szükséges pénzt. Akkor gondoltam először arra, hogy mi a fenének adakozunk mi erőnk fölött a Gyömrői úti csarnokra. Csettintsen a Gabi kettőt, és kész. Gabi egyébként majdnem elcsettintette a csarnokot. Azt javasolta Németh Sándornak, tegyen túl az ingatlanon, úgysem adnak rá építési engedélyt. Ehelyett ajánlott egy másik telket, amelyet Németh Sándor megvehetne potom 150 millióért. Ő elintézi. A vezető lelkész erre utasítást adott, hogy azonnal álljanak le a csarnok építésével. Egy fillért sem szabad költeni többet a Gyömrői útra.
Piszter Ervin azonban nem állította le a beruházást, nehezebb lett volna újraindítani. Kiderült, hogy a felajánlott terület temető céljára van fenntartva. Amikor Németh Sándor értesült erről, talán a pénzügyi zseni hatására, azt mondta: ti nem tudjátok, de a temető óriási üzlet. Ezt a tervet azonban a presbiterek elszabotálták. Ha Németh Sándoron múlt volna, akkor a híd gyülekezetének ma nem Isten tiszteleti csarnoka lenne, hanem temetője. A vezető lelkész Amerikában és az Intercross Kft. Nevű gyülekezeti vállalkozásban ígérte meg a pénz először. Undorodva beszélt arról, hogy az övénél kisebb gyülekezetek pásztorai hogyan élnek Amerikában. De látszott, hogy az arany csaptelepek megfogták a szívét. Nem kevésbé az Intercross Kft. Kezdeti bevételei. A rendszerváltás után a gyülekezet cége uralta az utcai könyvpiacot. Pető Attila, a cég ügyvezetője, megalomániás jövőképet rajzolt Németh Sándor elé. Az Intercross Kft. Azonban felszámolásra került, magával rántva egyes hívők befektetett millióit. A vezető lelkész viszont kimentett minden mozdíthatót a vállalkozásból. A Bordeaux Chryslerrel még évekig járt, majd némi készpénzért Nagy Józsira hagyományozta. Még Pető Attila lakására is elment, hogy lefoglalja a televíziót és egyéb ingóságokat. Nem lehet engedni, hogy az úr pénzét elsikasszák. A többi érintettnek azonban elfelejtettek időben szólni. Puskás Gábor későn futott, neki csak a füle jutott. Pető Attila elhagyta a céget, a gyülekezetet, a feleségét, a gyerekeit, és talán a keresztény hitet is. Ám az Intercross elévülhetetlen érdemei közé tartozik, hogy felnyitotta az egykor háztakarításból élő vezető lelkész szemeit a kapitalizmus lehetőségeire. Németh Sándor nagyra értékelte, ha valaki pénzt tudott csinálni. Feloldotta az ezzel kapcsolatos erkölcsi gátlásokat. Ha áfacsalásból vagy lopásból származott a pénz, az oltár megtisztította. A bűnös feloldást nyert, ha a haszon egy részét befizette a gyülekezetbe. Akárhogyan erőlködött az ördög, egy valami nem közvetítette az átkot. A pénz. Származhatott bárhonnan, nem működött rajta a szellemi transzferencia. A Szentlélek nem tudta megvédeni a hívőket a familiáris démonoktól, ha a nagymama süteményt küldött, de pénzt bárkitől elfogadhattak a tagok. Az nem közvetítette a démonokat. Ha befizettek belőle a gyülekezetnek, Isten különös védelmet adott rá. Nem fért hozzá az ördög. Németh Sándor az adórendszerben és az állam pénzügyi ellenőrző szerepében magát az Antikrisztust vélte felfedezni. Egy időben a szellemi keresztények kútfúrásba és állattartásba fogtak, hogy megússzák az Antikrisztus totális kontrollját. Németh Sándor előtte Erdélyben járt. Amíg van készpénz, amit el lehet dugni, mondta, az Antikrisztus nem tud mindent kontrollálni. Még egy könyvet is kiadatott, amely szerint a fenevad bélyege nem más, mint az árucikkek oldalán levő vonalkód. Németh Sándor hitelvi alapon állt szemben a pénztárbizonylatokkal, naplófőkönyvvel, a banki átutalással. Adót nem fizetni vagy a vámot kijátszani a hitgyülekezetében nem csak pénzügyi előnyt jelentett, hanem hitbeli kérdés volt. Istennek tetsző cselekedet. A hívőknek semmi lelkiismeret furdalásuk nem volt. Büszkeség dagasztotta keblüket, hogy megint sikerült áfát megmenteni az ördög orra elől. Amikor a vezető lelkész értesült róla, huncut kacsintással nyugtázta a dolgot. Jól van, fiú, csak így tovább. A bűnök között sajátos hierarchia alakult ki. A paráznaság súlyos bűn, a lopás nem. Egy ötödikes kisfiú még a gyülekezet iskolájába se járhatott, ha húzogatta a fütyijét. De Morvai Péter azután is a vezető lelkész személyi titkára maradhatott, miután milliókat lopott a hívők pénzéből. Aki adócsalásból sokat adakozott, megdicsérték. Aki lopott és nem kapták el, ügyes ember volt. Pedig régen, akik megtértek, azzal kezdték, hogy visszavitték még a lopott szöget is. Ez a megváltozott értékrend a vezető lelkész pénzimádata késztette a gyülekezet holdudvarához tartozó alapítványok némelyikét ügyeskedésre. A vidéki gyülekezetek versengtek, hogy anyagi sikereket produkáljanak. Ezért járt a legnagyobb elismerés. A Budapesti Hit és Erkölcs Kulturális Alapítvány mintájára a vidéki gyülekezetek is létrehozták saját alapítványaikat. A rendőrség nyomozni kezdett utánuk, mert némelyik csalással szerzett milliókat.
Ezek az alapítványok szorosan kötöttek a hit gyülekezetéhez. A Napi Magyarország című nyomtatványt a Magyar Hirdető RT adja ki, amelynek korábban Simicska Lajos, az APEC elnöke volt egyik tulajdonosa. Ezért úgy gondolom, hogy a hit gyülekezetére vonatkozó információk tekintetében a lap kivételesen megbízható adatokkal rendelkezhet. Egyik lapszámuk érzékelteti, milyen jellegű tevékenységet folytatott némely hites alapítvány. Az SZDSZ-hez közel álló hit gyülekezete Holdudvarában található Észak-Magyarországi Evangéliumi Hit és Erkölcs Alapítvány az elmúlt évek során összességében több mint 100 millió forintos áfa és hitelfedezeti csalásra, tiltott pénzkihelyezésre és értékpapírüzletre utaló tevékenységet folytatott. Az így befolyt pénzjavát értesüléseink szerint a hitcsarnok építésére fordították. A karitatív feladatok ellátására létrehozott alapítvány 1997-ben egy jugoszláviai vállalat gabonavásárlási terveit 80 millió forintos kölcsönnel támogatta. A kölcsönszerződés dokumentumát később nem csak egy 120 milliós értékű váci lakóház vásárlása, de az 1998. május 9-i APEC ellenőrzés során is felhasználta. Az adóhatóságnak feltűnt, hogy az alapítvány naplófőkönyvének bevételi oldala 102,5 millió forintos pénztáregyenlegről tanúskodik, a bankszámláján pedig mindössze 14 ezer forint található. Értesüléseink szerint egyéb, ehhez hasonlóan törvénytelen akciókat is folytatott a hit gyülekezetét több 10 millióval támogató alapítvány. Az alapítvány pénzért hamis befizetési bizonylatokat adott ki cégeknek, amelyek ennek összegét alapítványi támogatásként leírhatták az adójukból. Ezt nevezik adócsalásnak és pénzmosásnak. Morvai Péter a sajtóban azt állította, hogy a gyülekezetnek megszűnt a kapcsolata az alapítványokkal. Ez nem igaz. Tanúsíthatom, hogy az alapítványok mindig szervesen kapcsolódtak a gyülekezethez. A csalással szerzett pénz egy részét a hit gyülekezetének adták. Németh Sándor levélben köszönte meg az adományok némelyikét. A hívők azt gondolták, hogy Isten majd elfedezi a csalást, ha a lopott pénz egy részét Isten emberének adják, a többit pedig Isten helyi munkájára fordítják. De Németh Sándor a bajban nem állt melléjük. Miután felszabadította a hívők erkölcsi gátlásait, hogy pénzt bárhogyan lehet szerezni, a lebukás után kihátrált mögülük. Letagadta, hogy bármi köze lenne hozzájuk. Menjenek ők a börtönbe. Németh Sándor soha nem titkolta, hogy a fekete gazdaság és a korrupció odaadó híve. Ő csak csúszópénzben tudott gondolkodni. A Gyömrői úti csarnok építési engedélye érdekében több kísérletet tett arra, hogy lefizessen politikusokat. Emlékszem, Gellért Kis Gábor MSZP képviselőnek 2 millió forintot akartak küldeni, de a közvetítő miatt az akció meghiúsult. A gyülekezeti csarnok építésére a hit gyülekezete bankkölcsönt vett fel. A gyülekezet egyes vezetői úgy tudták, hogy a Magyar Fejlesztési Bank félmilliárdos hiteléért 100 millió forint sikerdíjat fizetett a hit gyülekezete. Meg nem erősített információk szerint 90 millió forint az MSZP pénztárába került, 10 millió forinton a Huszti András vezette bank vezetői osztoztak. Erre azonban semmiféle bizonyíték nincs. Egy alkalommal megkérdeztem a bank volt kabinetfőnökét. Ő cáfolta ezeket az információkat. Szerinte minden üzleti alapon történt. A gyülekezet semmiféle csúszópénzt nem fizetett. A hírforrás azt tartotta mégis gyanúsnak, hogy Németh Sándor a sajtóban úgy nyilatkozott, 140 millió forintot költöttek a tizedből a csarnokra. A gyülekezet gazdasági igazgatója, aki a beruházást végző cég ügyvezetője is volt, viszont azt állította, hogy a vezető lelkész bejelentéséig csak 40 millió forintot fordítottak a tizedből az építkezésre. Ha ez igaz, akkor hol van a 100 millió forint? A Magyar Fejlesztési Bank hitele furcsa módon egybeesik azzal a ténnyel, hogy Fekete János, a pénzintézet elnöki tanácsadója, a Klubtihanyban megismerkedett a hit gyülekezetével. A balatonparti szállodában pihenő fekete házaspár beleszeretett Nagy Józsi gyerekeibe. Németh Sándor azonnal rászállt az értékes kapcsolatra, és Nagy Józsit a háttérből irányította. Szigorúan felügyelte a viszonyt, amely Cuncika néninek, Fekete János feleségének köszönhetően egyre szívélyesebb lett. A vezető lelkész keményen kézben tartotta Nagy Józsit. Állandóan éreztette vele, hogy ebben a játszmában ő egy senki.
Fekete János, mint minden az univerzumban, Németh Sándoré. A kapcsolatot viszont Nagy Józsi tartotta, mert Fekete Jánost nem a híd gyülekezete, hanem a volt boxoló gyerekei vették le a lábáról. Hallottam többször, ahogy Németh Sándor eligazította a nem túl nagy intellektusú Nagy Józsit, mit kell Fekete Jánosnak mondani. Fekete János egy alkalommal járt a gyülekezet székházában is, ahol találkozott Hak Péterrel és másokkal. Az MFB kabinetfőnöke szerint a híd gyülekezete hitelkérelme formailag túljutott a bank hivatalos hitelvizsgálatán. Azt viszont nehéz lenne bizonyítani, hogy a híd gyülekezete finanszírozása az állami vagyon hasznosításával megbízott Magyar Fejlesztési Bank profiljába vágna. Németh Sándornak az olajszőkítési üzletek is imponáltak. Egyszer mesélte, hogy megkeresték üzletemberek, fektessen az olajüzletbe. A tizedből havonta finanszírozhatta volna az üzletágat. Nekünk azt mondta, hogy az ajánlatot visszautasította. Engem több alkalommal felszólított, fejezzem be a korrupciós ügyek leleplezését. A korrupció a fejlődés motorja. Tocsik Mártáról egyszer azt prédikált, a természet fölötti ajándék, a karizmatikus képessége van a pénzcsinálásra. Ezt legalább olyan fontos karizmának tartotta, mint a prófétálást. Németh Sándor mély átérzéssel és őszinte csodálattal beszélt Tocsik Mártáról, akár a középkori misztikusokról, akik a kedvencei voltak. Egy időben hallani lehetett arról, hogy megpróbálták Tocsik Mártát elhívni a gyülekezetbe. Kellett volna a 800 millió a csarnok építésére. Németh Sándor úgy beszélt a sikerdíjas jogásznőről, mint egy szentről. Többen megállapítottuk, ha a katolikusoknak Szűz Mária a védőszentje, akkor a híd gyülekezetének mindenképpen Tocsik Márta. Szent Tocsik. Kérünk agypénzt. A vezető lelkész mindig a tolvajok oldalán állt, ha azok gazdag emberek. A tyúk tolvajokat ő is elítélte. A lebukott nagy gazembereket szerinte az irigyek éhes csapata üldözte. Az irigy magyar bíróság. Ez mindig idegessé tette, és azonnal diktatúráról beszélt. Attól rettegett, hogy egyszer utolérik őt is, bár magáról soha nem gondolta, hogy tolvaj lenne. Amit elvett, az neki járt. Eleve az övé minden. Az úré a föld és annak teljessége, annak adja, akinek akarja. A romlás gyorsította az új hullám, amely elszakította az igétől, és az MSZP-SZDSZ kormány hatalomra jutása. Ettől kezdve csak a pénz és a hatalom érdekelte. Őszintén csodálta a gazdag embereket, és elismeréssel adózott mindenkinek, aki sokat tudott lopni. A vezető lelkész mindig együttérzett azokkal, akiket lopáson értek. Akiket megloptak, azokkal kevésbé. Csak egyetlen esetben zavarta a lopás, ha úgy érezte, őt lopják meg. Lopásnak tekintette azt is, ha valaki bármit eladott a gyülekezet tagjainak, a bevételből pedig neki nem adott. A gyülekezetet saját vadászterületének tartotta, a hívők pénzét pedig potenciálisan a magáénak tekintette. Amit a hívek bármire is kifizettek, azt nem neki adták. Aki pénzt vett ki a hívők zsebéből, az őt lopta meg. Emiatt volt óriási botrány, ha valaki az engedélye nélkül zenei kazettát adott ki a gyülekezetben. Az rajta élősködött. A klubtihanyban számolt be Németh Sándor egy különleges adományról. A Budapest sportcsarnokban megkereste Nagy Péter vállalkozó, a pásztói gyülekezet vezetője. Egy nejlonzacskót adott át neki, amelynek tartalmát csak otthon nézte meg. 10 millió forint volt benne. A vezető lelkész kifejtette, hogy Nagy Péter óriási tehetség, aki pénzt tud csinálni. Meg kell becsülni. Ettől kezdve reménységét Nagy Péterbe vetette, aki Pászton összehozott egy 30-40 milliós ingatlant. A helyi ABC áruházat alakították át gyülekezeti házzá. Másnap Németh Sándor szűkebb vezetői megbeszélést tartott. Ezen Görbic Tamás, aki nem volt jelen az esti beszélgetésen, felszólalt a pásztói gyülekezet vezetőjének ügyében. Elmondta, hogy botrányos volt az amerikai színvonalú gyülekezeti ház megnyitója. Pásztó arról beszél, hogy tisztázatlan forrásból származik a pénz, amiből épült. Ugyanez vonatkozik arra a 10 millió forintos adományra, amelyet a Budapest sportcsarnokban Németh Sándornak adott át. Nagy Péter egyébként terrorizálja az embereket, akik sírva rohannak el Pásztóról. Németh Sándor hallgatott.
Bekapcsolódott a beszélgetésbe Ruff Tibor, aki a 61 gyülekezet vezetője. Drámai színekkel festette le azokat a borzalmakat, amelyek állítólag Nagy Péter szolgálatát kísérik. Olyan emberekről számolt be, akik a 61 gyülekezetbe menekültek előle. Közülük többen öngyilkosok akartak lenni. Ruff Tibor hátborzongató eseteket mesélt el, majd Nagy Pétert diktátornak és súlyos pszichopatának nevezte. Borvendég Norbert következett, majd magam is hozzátettem néhány adalékot. Megszólalt Németh Sándor. Sütött belőle az indulat. Most már állítsátok le magatokat, az irigység beszél belőletek. Az egy tehetséges ember, aki letett valamit az asztalra. Ti sehol nem vagytok hozzá képest. Mit képzeltek magatokról? Bukott pásztorok vagytok, nem tudjátok, kiről beszéltek. Nagy Péter egy zseni. Felépített egy olyan gyülekezeti házat, amilyenre ti soha nem lennétek képesek. Nemes Pali üldözte, de ő bebizonyította, hogy nem akárki. Dermedt csend. Aztán megszólalt Görbic Tamás. Csak senki meg ne nézze, milyen pénzből építette azt a házat. Németh Sándor kifakadt. Ez jellemző rátok, ez a kisszerűség. Ennek a gyereknek van esze, tudja, hogyan kell pénzt csinálni. Ha rátok lenne bízva, nem menne előre az úr munkája. Görbic Tamás erőt vett magán, és újra megszólalt. Sándor, én nem szeretek neked ellent mondani, de ha igaz a hír, hogy Nagy Péter bármilyen gazdasági vezetői beosztásba a székházba kerül, akkor én most itt azonnal lemondok ügyvezetői elnöki posztomról. Németh Sándor remegett az idegességtől, de nem cáfolta az értesülést, amelyet akkor hallottam én is először. A bicska állt a levegőben. Ruff Tibor lelkész filozófus, aki 2 perccel azelőtt pszichopatának nevezte Nagy Pétert, jelentkezett szólásra. Sándor, valamennyiünk nevében bocsánatot kérek tőled az előbbi cinikus hangnemért. Igazságtalanok voltunk Nagy Péterrel szemben, nem vettük észre, milyen szellemből beszéltünk. Az irigység mondatta velünk, amit mondtunk. Nagy Péter szerintem is nagyon tehetséges ember. Sokan szeretik, és nagyszerű pásztor. Felültünk a rosszindulatú pletykáknak. Egyedülálló, amit pászton épített. Ámulva hallgattam. Olyasmit már láttam, hogy valakinek megváltozik a véleménye. De olyan élményben még nem volt részem, hogy valaki ugyanabban a társaságban 2 percen belül ugyanazoknak az embereknek homlok egyenest az ellenkezőjét mondja, mint korábban. A 2 állítás között csak egyetlen dolog történt. Ellenkező véleményen volt a főnök. Ruff Tibi azonnal elfelejtette az öngyilkos jelölteket. Meggyőződése szerint becsaptak bennünket a démonok. Németh Sándorból viszont megszólalt a Szentlélek. Pedig csak annyi történt, hogy nekünk 20 millió forintot kellett volna letennünk nylonzacskóban. Áfából. Akkor nekünk lett volna igazunk.